Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 20 ponttal verték a kékcápák a vásárhelyi kosársulit. 21 egyesület tartott bemutatókat a küzdősporták választón. 10 érmet nyertek az aranyúszói a Diákolimpia országos döntőjében. 10 pontos vereséget szenvedett Pécsen a nyíregyházi kosársuli. Jól szerepeltek a megyebeli tornászok a Diákolimpiai döntőn. Magabiztos játékkal szerezte meg 15. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a Hódmezővásárhelyt verték 82-62-re. Kölcsösen kezdtük a mérkőzést, nem volt elég agresszív a védekezésünk, de aztán a másik negyedtől kezdve már a saját játékunkat játszottunk, és a vége sima lett. A kulcsemberek közül pihenhettek többen is, volt, aki kényszerokok problémák miatt volt, akit lecseréltél. Jól jött ez a következő mérkőzés, előtt a TF otthonában lép pályára a csapat. Persze, mindenképpen önbizalom növelőnek nagyon jó volt ez a mérkőzés, illetve örülök, hogy a végén a cserejátékosok is tudtak szóhoz jutni. A következő mérkőzés, mint említettem, a közvetlen rivális TF otthonában lesz. Egy egészen más stílusú, kellemetlen kosárlabdát játszó csapatról van szó. Mi lehet ellenük az üdvözítő? A kemény védekezés mindenképpen. Ugye ők is keményen védekeznek, mi is erre fogunk készülni, és az egyéni játék fog majd dönteni, ki tudja jobban kihasználni a másiknak a hiányosságait. Most jönnek a legfontosabb meccsek, hogy érzett formáját tekintve, hangulatát tekintve, összességében milyen állapotban van a csapat? Én úgy gondolom, hogy kicsit rosszabb formában voltunk az előző hetekben, de aztán most úgy látom, ezen a héten megint kezd visszajönni a forma, illetve a hangulat. Jövő hét szombatra pedig százszázalékosak leszünk, ebben biztos vagyok. Ha a végeredményt nézzük, érvényesült a papírforma, 20 pontos hazai győzelem született, egy döntetlen elvégződő első negyed után. Ennyi volt ebben a mai Hódmezővásárhelyben. Jól kezdtünk, az első negyed aránylag jól védekeztünk, jól támadtunk. Sajnos a második negyed dobóformája, tehát ezt nem is formának hívom, ez nem tudom mi volt, tehát dobó gyakorlatok voltak a mi részünkről, és sajnos 25% a dobó teljesítménye, illetve 24-10 büntetővel nem lehet mérkőzést nyerni, és 14 eladott labdával. Tehát úgy érzem, hogy ott valahogy elfáradtunk, meg a centerünk sérülése, tehát meghúzódott a térde, meg a bokája, tehát így az is visszavetett egy picit bennünket. Tehát 100-nak is egyen vége, tehát ilyen dobó teljesítménye nem lehet nyerni. Idegenben, még otthon sem. Nagy múltú csapatról van szó, ugye valamikor az első osztályban is szerepelt a Hódmezővásárhely, most a NB1-i piros csoportjának alsó régiójában foglal helyet a csapat, egyszerre vette át a csapat szakmai munkájának irányítását, mi a cél? A cél mindenféleképpen az lenne, hogy bennmaradjunk, tehát mivel a végén kuparendszerbe bonyolódik, tehát akkor ki nyer többel otthon, vagy esetleg mind a két meccset megnyeri. Tehát ha az első meccset nyered, meg otthon is nyersz, akkor bennmaradsz, tehát utána csak helyosztót játszol. Tehát ezt szeretnék elkerülni, hogy ne essünk ki a másik csoportban. Mennyire népszerű egyébként jelenleg Hódmezővásárhelyen a kosárlabda, hiszen nagyon sok sportág igyekszik magához csábítani a gyerekeket. Igen, nagyon népszerű, mert kb. 300 fiatal versenyzőnk van, kenguru csapatban 5, serdülő kadett, illetve U16-ban is van A, B csapatunk, tehát remélem, hogy a jövő meg lesz oldva, hogyha 300 fiatalul normálisan kosárlabdázik. És szereti ezt a sportot, meg fog edzésre járni. A nagykörösi vereség után ez a meccs a kötelező győzelem kategóriába tartozott. Mennyire kellett megharcolni azért a 20 pontos sikerért? Nagyon nehéz meccsünk volt nagykörösön. Egy-két labdán múlott az egész a végén, és mi mindenképpen javulnunk kellett az a védekezés, mert ott nagyon sok pontot kaptunk. Ez most sikerült is, mert mai meccsen csak 62-t. Ezt gyakoroltuk, de ezt kell továbbra is gyakorolnunk edzéseken, és ezt a formát tartani, és a maradék három meccset be kell húzni, és a harmadik helyért meg kell harcolni, és ha megvan a harmadik hely, akkor jó pozícióba kezdhetjük a rájátszást. Az utóbbi meccseken nagyon pont erősen játszol, hogy érzed, mennyire biztató a formád a legfontosabb meccsek, a hátralévő alapszakaszbeli meccsek és a rájátszás meccsei előtt? A csapat tagja vagyok, és nem nagyon szoktam azzal foglalkozni, van, amikor 20 pontot dobok, van, amikor 25-t, de van, amikor 5-t, van, amikor Cucu dobja a legtöbb pontot, van, amikor Iván dobja a legtöbb pontot. Mindannyian csapatjátékosok vagyunk, és igazából csak amilyen ritmusunkban próbáljuk kihasználni. Együtt játszunk jól, és csak az a célunk, hogy megnyerjük a meccseket, nem a saját statisztikánkkal foglalkozunk, és továbbra is a célunk, hogy minél több meccset nyerjünk. A
küzdősportok több változatát kipróbálhatták az érdeklődők az első alkalommal megrendezett küzdősportág választón. A Continental Arénában 25 egyesület tagjai tartottak bemutatókat. Én azt mondom, hogy a létszámot tekintve egyrészt ugye a sportköröket, akik megjelentek, a sportágakat tekintve, másrészt ugye az érdeklődőket, a nézelődőket látva, hát talán nem tűnik nagy képviségnek, ha kijelentjük, hogy sikert mondhatunk, jól sikerült. Hány egyesület érkezett, hány szakágat próbáltak itt az érdeklődők? 14 küzdősportág érkezett meg, végül is ugye a 15 beharangozott küzdősportágból, és közel 21 sportegyesület van jelen, úgy a város és környékéről, mint távolabbról is, Tokajból is érkeztek, Nyírbátorból is érkeztek sportegyesületek. Lehet-e tudni esetleg, hogy melyik szakág a legnépszerűbb, vagy mindenre kíváncsiak a gyerekek? Én úgy látom, hogy ugye megindulnak a bejárati ajtótól, és mennek körbe, és nézelődnek. Ugye természetesen minden klubnak megvan már a saját társasága, vagy a saját csapata, de én azt látom, hogy akik érkeznek folyamatosan, mindent megtekintenek. Igen, nyitottak az emberek a küzdősportok iránt, egyrészt, másrészt szerintem ez egy olyan pillanatok itt, vagy bocsánat, ezek itt olyan pillanatok, amikor mindennel megismerkedhetnek. Ez a rendezvény nem csak Nyíregyházán, hanem országos szinten is úttörőnek számít. Alig a kérdéses, hogy ez folytatás. Természetes, igen. Mi is nagyon kíváncsian vártuk, ugye, hogy első megrendezés alkalmával mit fogunk tapasztalni. A klubok részéről is, a sportágak részéről is nagyon pozitív volt a hozzáállás, ugye itt a megjelenésen is lehet látni. Igen, természetes, hogy minél jobban szeretnénk a fiatalokat a telefonok mellől elcsábítva ugye a küzdősport irányába terelni, és a szülőket meggyőzni arról, hogy hozzák a gyerekeket, mert nem veszélyes ez a sportág, itt láthatják élőben. Sportágválasztókat országszerte sokat rendeztek, már Nyíregyházán is. Küzdősportágválasztót viszont most rendeznek először, és ahogy szétnézünk itt a Continental Arénában, talán nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyszerű ötlet volt a szervezőktől. Fantasztikus, és tényleg példaértékű, hogy ilyen sportágak megjelennek a küzdősportágak tekintetében, hiszen több mint 15 sportág jelenik meg, azért több mint 15, mert szakágaik is vannak, és mindegyik bemutatkozik. Nagyon sokan vannak, nagyon sok szülő jött el, beszélgettem itt a szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy azért jöttek el, hogy igenis közelebb hozzák a gyerekeket a sporthoz, hiszen mindenki érzékeli azt a rohanó világunkba, hogy a sportnak milyen értéke van. Én mindig azt hangsúlyozom, hogy egyetlen egy olyan eszközünk van a kezünkben, amelyen meg tudjuk tartani az egészségünket, ehhez viszont sportolni kell. Ehhez mi mindig azt mondjuk, hogy minden gyermek sportoljon, legyenek létesítményeink hozzá, és hogyha ez a kettő megvan, már pedig vannak gyermekek, vannak létesítményeink, akkor hozzunk olyan eseményeket, amelyet tényleg lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy kipróbáljanak bármilyen sportágat. Sportágválasztók szoktak lenni, de külön küzdő sportágak választója nem. Úgyhogy tényleg egyedülálló ez a kezdeményezés. Nagyon nagy igény van rá, nagyon sok kisfiút látunk, de kislányok is jöttek el, hiszen az önvédelem, a fair play szabálya, az a hagyománnyal teli sportágak jelennek meg, amelyekkel nem minden nap tudunk találkozni. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen szervezést látok, hiszen tényleg mindenkinek lehetősége van arra, hogy a bemutatókat megnézze, itt vannak a profi sportolók, a versenyzők, a kicsi gyerekek, szabadidősportra is lehet bármelyiket választani, vagy akár élsportra. És hát arra is jó gondolom ez a rendezvény, hogy azokat az előítéleteket, amelyek azért megvannak a küzdősportokkal kapcsolatban sokakban, eloszlassa, hiszen azért, ha megnézzük a Magyar Olimpiai Aranyérmeket, nagyon sokat küzdősportban szereztünk. Rengeteg szabálya van a küzdősportoknak, különösen le van szabályozva, hogy a gyerekek hogy versenyezhetnek, hány éves kortól versenyezhetnek, nagyon figyelünk a gyerekekre, és ezt is alapoknál kell elkezdeni. Most az előbb láttam egy fiú ikerpárt, aki egymással birkózott a birkózó szőnyegen, szakemberek vannak a környezetükben, tehát mindenre megtanítják, és hogyha kiválasztanak egy-egy sportágat maguknak, amit tényleg tudnak vinni az életük folyamán, akkor tényleg gazdagabbak lesznek azzal, hogy itt ki tudták választani, és a szülők is nyugodtabbak, hogy olyan sportágba teszik őket, amit szeretnek, vagy esetleg amihez tehetségük van. Nem csak Nyíregyházan, az országban először rendeznek kifejezetten küzdősportág választót. Milyenek a tapasztalatok, mennyire életképes ez a kezdeményezés? Szerintem nagyon jó kezdeményezés volt ez a rendezőktől.
láthatóan nagyon sok szülő eljött, nagyon sok gyereket érdekel. Itt válogathatnak, hogy mindenki a habitusának megfelelőt, mert van, aki egy keményebb lelki világú, akinek egy full bunyó kell, van, aki egy szolidabb, van, aki egyáltalán nem akar csak szép egy tájsimogást, egy kis légzőgyakorlatot, egy kis bármit úgy csinálni. És vannak olyan egyesületek, mint hogy többek között a miénk is, ahol egész család jöhet együtt. Tehát papa, mama, gyerek, nagyszülő, mindenkinek tudunk munkát adni az egyesületbe, ahol sportolhat, tehet. És nem, nekünk keményi a sportolóink is vannak, de aki csak az egészségéért akar bármit tenni, az is jöhet, és azt is szeretettel várjuk. Ha már említetted az egyesületet, mit kell tudni rólatok, mennyien vagytok? Ez a Tai Chi Boxing Harcművészeti Egyesület, most már egy kicsit visszaesett a létszámunk, egy olyan 50-60 fővel vagyunk a régi időkhöz, a nagy hős időkhöz képest visszament, de most is van azért élsportolónk, vannak nekünk világgyőzteseink, világkupa győzteseink, és van, aki tényleg csak tájcsizik, jogázik, el van magának, mint a befőt, és boldog, jól érzi magát. Elképzelhető, hogy azután a rendező után megújik a létszám? Hát remélhetőleg nem ártana, nem ártana. Sok mindenkit elvitt a gyerekeket most már ezek a technikai játékok, a telefonok, ami nem teljesen az egészséget szolgáló játék. Négy arany, egy ezüst és öt bronzérmet nyertek a nyíregyházi aranyúszói a Diákolimpia országos döntőjében. Hódmezővásárhelyen közel 30-an képviselték az intézményt. Az idén a legnagyobb csapattal mentünk, 29 versenyzőnk kvalifikálta magát a megyei döntőkön, és mind a 29-en ott voltunk az országos döntőn is péntektől vasárnap estig. Idén újra rendeztek AB kategóriát külön, tehát az igazolt versenyzőink nagy reményekkel utaztak oda a 3-as, 4-es korcsoportban, illetve B-be is egyre erősödünk, mert azok a versenyzők, akik ugye már abba hagyták az aktív sportot több mint 2 éve, azok B kategóriára jogosultak, és ők is éremeséllyel utaztak. Hány éremmel tértetek haza? Az összesítésben 4 aranyérmet szereztünk, egy ezüst és 5 bronzérem jutott, ez egyéni és váltó számokban. Az aranyérmesek Hatházi Dóra, aki mind a 2 számát megnyerte, hogy a 2 egyéni számot enged a versenykírás, 100 gyorsan és 100 pillangón is nyert, ő a 4-es korcsoportba versenyzett. A B kategória 5-ös, 6-os, tehát a legnagyobb a gimnazistáknál a Mokos Csenge 100 méter háton tudott nyerni, illetve 100 gyorsan ő bronzérmet is szerzett. Ezüstérmet jegyezte a Cserfalvi Olaf, ez azért is jó eredmény Olafnak 4-es korcsoport, mert ő első éves volt, tehát ő az idősebbek között versenyzett, illetve bronzérmeseink voltak 100 pillangón a Struhár Jászmin, a Lengyeláron, és 100 méter gyorsan a Kovács Péter. Mekkora mezőny volt Hódmezővásárhelyen? Mindenki ott volt az országban, azt mondhatjuk, ilyenkor az országos döntőn a 3 nap alatt közel 500 versenyző fordult meg, és a keleti végektől a nyugati végig minden iskola képviselte magát. Említetted, ugye 2 kategóriában rendezték a versenyeket. Mekkora munka van ezek mögött, az eredmények mögött? Én azt mondom, hogy köszönet a kollégáknak, akik a felkészítésben segítettek, a B kategóriások is készültek ilyenkor már kicsit komolyabban, több edzéssel. Edző kollégák, illetve testnevelő kollégáknak is szerepe volt ebben, illetve az A kategóriások, akik folyamatos edzésben vannak, tehát ott a napi 2 edzés az a minimum. Milyen versenyek következnek? Most ugye a Diákolimpiai sorozatnak vége, de az igazolt versenyzők számára még majd most indul a versenyszezon. Ez most nagyon aktuális, ugye ahogy vége volt a Diákolimpia döntőnek, holnap megyünk, szintén a Hatházi Dóra, Cserfalvi Olaf, Valent Gergő képviselik az iskolánkat a Magyar Felnőtt Bajnokságon Debrecenben. Ez egy 4 napos maratoni verseny lesz, itt a magyar sport és az úszásport krémje ott lesz. 10 éremmel tértek haza, nagyon komoly múlttal rendelkező arany úszói a Diákolimpia országos döntőről. A vártnál jobb ez a szereplés, vagy megfelelt az elvártaknak? Nagyon büszke vagyok iskolánk tanítványaira. Ez az eredmény minden idők legeredményesebb szereplése volt az úszás országos Diákolimpián. A iskolában nagy hagyományai vannak az úszásnak. Mennyit segít ez a sportág abban, hogy a gyerekek egészségesebben kerüljenek ki az intézményből, és mennyit segít a tanulmányi eredményekben? Azt mondják, hogy épp testben, épp lélek. Ez az iskolának az egyik hitvallása is, hogy a szellemi táplálékon túl azért a gyerekek egészségére is szeretnénk nagyon odafigyelni. Az úszás, mint alapsportág nagyon fontos ebből a szempontból. Nálunk minden gyerek megtanul úszni, kötelező tanítási óra keretében.
tanulják az úszást, és azt gondolom, hogy az eredmények igazolják, hogy a minőséget is tudjuk biztosítani, mert a kollégáink nagyon szépen, nagyon eredményesen és lelkiismeretesen dolgoznak. Itt szeretném megragadni az alkalmat, és szeretném megköszönni mindazoknak, a szakembereknek, pedagógusnak, kollégáimnak, akiknek közük volt a gyerekeknek az eredményeihez, hogy csak így tovább, mert ez az iskola hírnevét, illetve a tanulóknak az egyéni érvényesülését nagyba befolyásolja. Mi a tapasztalat, mennyire motiváló a szülőknek az iskola választásban ez az úszoda? Én azt gondolom, hogy még mindig meghatározó Nyíregyházán a beiskolázásnál az úszodás iskola, az aranyiskola. Nagyon sok szülő azért hozza ide a gyerekét, mert tudja azt, hogy az a 4 év, amit itt alsó tagozatban úszással foglalkoznak, az egy egész életre meghatározza a gyereknek az egészségi állapotát. Tízpontos vereséget szenvedett Pécsen a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság rájátszásában lejátszott mérkőzésen a házigazdák 77-67-re verték Farkasinszky Gyuláni együttesét. Az első fél idő után úgy nézett ki, hogy a mi javunkra fordulhat ez a mérkőzés, de sajnos a magassági fölénye nem tudtunk mit kezdeni. Főleg akkor, amikor már az egyetlen magas emberünket, a karakó Dorénát is kipontozták, akkor ugye az ilyen 1,90-1,2 centis lányok voltak a pályán, és folyamatosan volt egy vagy kettő. Azt ugye, ami aránylag alacsonyabb szerkezet, tehát az 1,80 körüli lányainknak kellett volna fogni, ami nem is olyan lett volna talán túl nagy gond és probléma, csak hát ugye megkaptuk azt a két játékvezetőt, akit mi nem igazán szeretünk arról a területről, az két baja életűségű úriember. Más szemléletben gondolják el a kosárlabdát, mint hogy mi gondoljuk. Hát ami nálunk, vagy ezen a területen fault, az ugye azon a területen nem igazán az, és ugye ezt nagyon nehezen tudtuk mi megoldani. Aztán ugye belekeveredtünk egy olyan vegyes védekezésbe, amit ugye az ellenfél alkalmazott, amit nem tudtunk megoldani center hiányában. Abban a szempontból fájó ez a vereség, hogy tudottan sok kinti 3 pontos dobást kaptunk, ami ugye nem lett volna szabad, hogy megtörténjen. Hát úgy gondolom, hogy talán ez volt az egy pont, amiben azt mondom, hogy hibásnak érezhetjük saját magunkat. A hazai pályán megpróbáljuk, ugye akkor már komplet csapattal tudunk felállni, tehát centerre kiegészülve, és akkor azért úgy gondolom, hogy egészen más lesz a játékképe. Ahogy az várható volt, még ebben a szezonban visszatértél a szülés után a pályára, két meccsen vagy túl, hogy érezted magad? Hiányzott, tehát nagyon jó mérkőzés volt. Tervem volt, hogy ugye mi sportszellem már játszok, szerencsére sikerült is. Ezt nem mondom, hogy nem volt egy kicsit azért megerőltető, de nyilván az, hogy hiányzott a játék, ez mindent felettetett. Mennyire volt más a pályán, most egyáltalán más volt, mint korábban? Sokkal nehezebben mozogtam, bevallom őszintén, viszont a lányokkal nagyon jó volt újra együtt játszani, tehát alapvetően ugye egy fél év maradt körülbelül ki, de ilyen szempontból olyan, mintha el sem mentem volna. Ugye, mivel a baba még meglehetősen pici, itt van veled a teremben edzéseken, itt van a meccseken, így milyen játszani? El tudok vonatkoztatni, ettől úgy gondolom, tehát azért nyilván az, hogy ugye édesanyám az edző, illetve az, hogy itt van akár édesapám, akár az öcsém is, így azért családi közegben van a gyerek is, úgyhogy így azért sokkal könnyebb. Mennyire lett más a csapatjátéka az, hogy te visszatértél, és ugye Pap Claudia is a késérülése után ismét játszik? Én bízom benne, hogy a fiatalok is így gondolják, hogy tudjuk őket segíteni. Nekem ez az elsődleges célom most már, hogy a fiataloknak segítsük a beépülését, illetve hogy nekik könnyítsük a dolgokat. Én úgy érzem, hogy ez sikerül is, úgyhogy reméljük, hogy ez a jövőben is így fog maradni. Az elmúlt években éremért játszott a csapat, most szerényebb célokért küzdöttök, viszont van cél, hiszen olyan helyen kell végezni, hogy jövőre a magasabb osztályban szerepeljen a csapat, az amatőr nemzeti bajnokságban. Jelenthet ez gondot? Én azt gondolom, hogy nem, amit itt az előbb mondtam, hogy sokkal több fiatallal állunk fel, nekik még meg kell erősödniük, viszont hogyha ők így megmaradnak együtt, én azt gondolom, hogy 2-3 év múlva akár ők is odaérhetnek, és ők is akár éremért játszhatnak. Ez azt gondolom, hogy egy természetes folyamat, most itt játszunk, de én nem gondolom azt, hogy ez esetleg kevésbé jelentene kihívást akár a csapatnak, akár nekünk.
Három dobogós helyezéssel értek haza a megyebeli tornászok a Diákolimpia országos döntőjéről. A Nyíregyházi ötfős csapata bronzérmet szerzett, a Kisvárdai Besenyei Gimnázium együttese ezüstérmes lett, Balogh Dávid pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az aranyéremért mentünk az országos döntőre, azért örülünk ennek is. A csapatunk nagy része még jövőre is tornázhat, tehát nyugodtan harcba lehetünk az aranyéremért. Mindent próbáltunk megtenni azért, hogy ott sikeresen szerepeljünk. Sajnos az utolsó héten két sérülés is akadályozta a felkészülésünket, tehát két boka sérülés, ami ugye nagyon fontos részét, a cekrényugrást egy picit visszavetette a verseny során. Nagyon minimális különbséggel maradtunk le egy egész ponttal az egyik nagykörösi csapattól. Ez lökést fog adni a következő időszakra arra, hogy megnyerjük ezt a versenyt. Tehát ugyanúgy folytatjuk a munkát a gyerekeknél, ugyanakkor a lelkesedést látok. Ugyanúgy edzettünk már másnap, miután hazajöttünk a versenyről. Úgyhogy ez egy kicsit remélem, hogy ilyen motiváló erő is lesz, hogy a következő szezonban akár a dobogó legfelső fokán végezzünk. Mennyi munka van mögött az eredmény mögött, és mennyire egyszerű a gyerekeket becsábítani a tornacsarnokba, hiszen középiskolásokról van szó, és ebben a korban azért nagyon sok minden elvonja a fiatalokat a sporttól. A középiskolásokat valóban nehezebb becsábítani a tornaterembe, hisz nehezebben motiválható korosztályról van szó, mint az általános iskolások. Igyekszünk egy kicsit szemmel láthatóvá tenni ezt a tornasportot, például bemutatókkal, gyakran föllépünk városi rendezvényeken, tehát ilyen akrobatikus sportbemutatókkal. Előfordult, hogy ott tudtunk néhány tagot vagy néhány gyereket megnyerni ennek a sportágnak. Ezen kívül működtetünk egy tehetséggondozó torna szakosztályt, ahol elsős gyerekektől 8-os gyerekekig járnak ezekre a foglalkozásokra, fiúk is és lányok is, közel 50 gyerekkel igyekszünk megszeretetni a tornasportágat. Tehát azon kívül, hogy mi foglalkozunk a saját középiskolás lány és fiú tornászainkkal. Két éremmel tértél haza az országos döntőről. Mennyire vagy elégedett ezzel, milyen reményekkel utaztál? Elégedett vagyok. Igazából csalódott is vagyok, mert többre számítottunk. Azt hittük, hogy meg lesz az első helyezés csapatban, de örülök, hogy egyéniben sikerült a harmadik helyezést elérni. Mi a szép ebben a sportágban, hiszen a kívülálló csak azt látja, hogy jönnek a versenyzők, fellépnek, megcsinálják a gyakorlatot, viszont tudjuk, hogy rengeteg munka van mögötte. Nagy fegyelmezettség kell hozzá, és igazából sok erő is kell hozzá, kitartás, és a legtöbb fegyelem kell. Milyen céljaid vannak a tornával kapcsolatban a jövőt tekintve? A következő országos versenyen bajnok szeretnék lenni, és további álmom, hogy egy világversenyen szerepelhessek. Két éremmel tértek haza az ötfős sportolói országos döntőről. Milyen csapattal, milyen célokkal utaztatok, és milyen úton jutottatok el a fináléig? A fináléig hosszú út vezetett. A megyei döntőt megnyertük ezzel a csapattal. Egyébként három korcsoportban indultunk, de az országos elődöntőben már csak két csapattal mentünk tovább. Volt egy kezdőcsapatunk. Az első korcsoportosok az országos elődöntőben már ezüstérmet nyertek. Ez óriási fejlődés, hiszen az előző évben se jutottak a döntőbe. Ők nagyon-nagyon sokat fejlődtek, az országos döntőben hatodik helyet értek el. Egy picit előrébb vártam őket, de a gyerekek nagyon szépen dolgoztak, nagyon komoly mezőny gyűlt össze ebbe a korcsoportba. A 34. korcsoport az ország, a megyei döntő megnyerése után megnyerték az országos elődöntőt is, csapatban is, egyéniben is aranyat hoztunk. De a döntőben harmadikok lettünk. Itt igazából annak tudható be, hogy nem sikerült előrébb kerülnünk, hogy egy picit kevesebb edzésidőt tudunk mostanában folytatni, de remélem, hogy ez azért visszáll majd az eredeti. Heti 15 órát edzettek ezek a fiúk. Nagyon-nagyon komolyan készültek. A harmadik hely összességében jó, és volt egy egyéni bronzérmünk még Vadas Vince személyében. Milyen tornázok az ötfősben, és hány szakember foglalkozik a gyerekekkel? A lányoknál négy edző van, meg kell említsem őket is, hiszen nagyon komoly bázis vagyunk. A fiúk hat edzővel dolgoznak, itt egyetemista hallgatókat is bevonnunk már hármat a munkába. Szeretnénk itt a szakemberképzést is kicsikét megmozdítani. A fiúknál közel 100 gyerek tornázik, a lányoknál egy picivel több, tehát egy olyan bázis sikerült itt kialakítani az ötfős gyakorlóban, ami azt hiszem, hogy párját ritkítja még az országban is talán.
könnyű vagy nehéz megszerettetni a gyerekekkel a tornát, hiszen egy olyan sportágról van szó, amiben rengeteget kell dolgozni, és túl könnyen nem jönnek az első sikerélmények. Nem jönnek könnyen az első sikerélmények, mert a verseny sikerélmények, mert a mozgási élmény az viszont óriási. Tehát ezek a gyerekek oviskorba kezdtek el nálam tornázni, illetve nálunk tornázni. Most is idejében minden óvodát megkerestünk. Csináltunk egy előzetes mérést, majd behívtuk őket az iskolába, csináltunk egy tehetségmérést, és onnantól soroltuk őket csoportokba. Úgyhogy a kép nagyon pozitív, hiszen nagyon szeretnek a gyerekek mozogni, megpróbáljuk őket elvarázsolni ezzel a tornasportággal, és azt mondom, hogy sikerül. Milyen versenyek várnak még a gyerekekre a hátralévő, az év hátralévő részében, hiszen mi csak március végén vagyunk? Most a diákolimpiát felgyorsították, hiszen tavaly május végén volt az országos döntő, most sokkal hamarabb lett. Két hét múlva lesz az A kategóriás országos döntő, ahol két fiú és egy lány csapattal indulunk, és indul áprilisban a szövetségi versenyeztetés. Itt Serdülő 2-ben gyerekkezdő, gyerekhaladó korosztályban fogunk a versenyeken részt venni. Ha minden jól megy, akkor 4 csapattal mindösszesen. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.